Jó szerencsét! Nagy István vagyok, a Soproni Egyetem turizmus vendéglátás hallgatója. Ma szeretnék egy kicsit beszélni Sopron egyik legérdekesebb helyéről, a várkerületről. Itt állok a jelenleg fent maradt legutolsó nagy rondellánál, ami érdekes erről, hogy a külső házsor, ami errefele látható, előbb került a történelmi írásokba, mint a belső házsor. Ez azért van így, mert a világháború előtt beépítették házakkal ezeket a várfal részeket, és a házsor eltakarta a belső várfalat. A világháború során jelentős csapások érték a házsort, ami ennek következtében leomlott, és napvilágot látott az eddig feledésbe merült várfal. A város a felfedezést követően megkezdte a várfal restaurálását és műemlékké nyilvánítását. A városfal felső részén egy különleges biodiverzitású fauna-flóra jelent meg, ezt a részt függőkertnek hívjuk. Ez a zöldövezet lehetővé teszi, hogy a belvárosban olyan állat- és növényfajokkal is találkozzunk, amik csak vadon, az erdőben maradnak életben.